Jó kapcsolatot ápolunk a Nyíregyházi Egyetemmel, rendszeresen járunk az egyetem rendezvényeire, mint például a nyílt napok, az őszi fizikus napok, vagy akár a kutatók éjszakája. Az egyetem néhány oktatója is rendszeresen tiszteletét teszi iskolánkban. Lehetőségünk nyílt arra, hogy az egyetem támogatásával a 2018-2019-es tanévben iskolánk jó néhány tanulója angol középfokú nyelvvizsgához jusson. A Szöveges József Labor 2015 óta működik iskolánkban, ahol fizika, kémia, földrajz és biológia órák anyagai kiegészítve végzünk kísérleteket. Sok eszközt kipróbálhatnak a tanulóink, így minden eszköz megvan ahhoz, hogy felkészüljenek a közép vagy akár az emelcítő érettségére is. A laborhoz kapott az iskola egy különleges 3D-s projektorrendszert, amelyen a tananyaghoz kapcsolódóan egy-egy kísérletet vagy jelenetet nézhetünk meg 3D-ben, hasonlóan a mozikban használt 3D-s technikához. Megnézhetjük például a szív működését, vagy akár a naprendszert is 3D-ben, ami azért elég különleges élmény tud lenni. Gimnáziumban minden évben megrendezzük a dök napon a 12 órás röplabdát. A csapatok küzdelmei kora estétől másnap reggelig tartanak. Ez egy rendkívül jó munka a diákoknak, hiszen nem csak egymással röplabdáznak, hanem a tanárokkal is. Az osztályok csapatainak és tanárok csapatainak egymás elleni meccséből nem kérdés, hogy kikerül ki győztesen. Az iskolán kiemelten támogatja a sportolni vágyó tanulókat. Több sportversenyen is rendszeresen megmérettetjük magunkat. Többek között strandröplabdában idén országos negyedikek lettünk, de kimagaslóan szerepeltünk a kispályás fociban és az atlétikában is. Az iskola álma, hogy a röplabda csapatunk az országos első helyezést érje el. Most menjünk fel a termekhez, ahol tanulunk. Pár éve már volt olyan kezdeményezés, hogy az iskolán tanulói összemérhetik magukat egymással különböző számítógépes játékokban. Ezt a hagyományt szeretnénk újjáéleszteni. Idén, az év végéhez közelve, csapatbajnokságot rendezünk az iskolán tanulói között. A LAN partin klasszikus játékokat játszunk, idén például a League of Legends, a Call of Duty 2, Counter-Strike 1.6 vagy akár a Quake 3. Azért jó az Aranyános Kollégium program, mert felkészít az érettségire, és azon kívül még a továbbtanulásra is. A felzárkózható tehetséggondozó foglalkozás, ami lehetőséget nyújtanak a tanulási jelenségek megküzdésében. Az egyéni törődés során minden problémát meg tudunk beszélni egymással, és nem tudunk. Nagyon jó közösség alakult ki. Szabad időnkben érdeklődésünknek megfelelően választhatunk különböző szabadidős tevékenységek közül, például gitárok, labda, kosárlabda, futball. Az országos IKP rendezvények, mint a művészeti fesztivál, olimpia lehetőséget nyújt új barátságok kialakulására. Ezeken a fesztiválokon mindig eredményesen végzünk. Az utóbbi két fesztiválon első helyzetet értünk el színjátszásban, azelőtt az utóbbi időkben is dobogósan végeztünk. Európán belül több tanulmányi kiránduláson vettünk részt, olyan helyekre eljuthatunk, mint például Olaszország, Erdély vagy Lengyelország, és a program hétvégi gépken rendszeresek a belföldi kirándulások is. Minden évben kapunk bérletet a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból, a helyi sportcentrumba és az iszodába. Ezek mellett nem elhanyagolható, hogy a program szociálisan támogatja a programban részvevő diákokat és családokat is. Biztosítja az ingyenes utazást, étkezést, tankönyvellátást, illetve felsőbb évfolyamokban támogatja az ECTL-es kamaszkezését, a
a B kategóriás jogosítvány megszerzését, és ezek mellett a középfokú nyelvvizsga megszerzését.